Egy kerékpáros pumpapálya kialakítása kezdődött meg a Tihi Lajos sportcentrumban. A tervek szerint a minden igényt kielégítő korszerű multipályát július közepétől használhatják majd a bringások. A pumpapálya egy ilyen szabadidős, modern sportpálya gyakorlatilag. Eredetileg biciklisek kezdték el használni, de ahogy fejlődött maga a sportág, meg maga a létesítmény, elkezdtek rá aszfaltborítást tenni, és ennek köszönhetően már nem csak kerékpárral, de rollerrel, gördeszkával, görkorcsolyával, vagy gyakorlatilag bármivel, ami gurul, most már lehet menni rajta. És még egy fontos dolog, hogy az aszfaltborításnak köszönhetően sokkal időtállóbbak ezek a pályák, tehát szinte gondozásmentesek, és télen és nyáron is egyaránt lehet őket használni, míg korábban a földből vagy zúzott kővel borított pályákat az csak és kizárólag jó időben, száraz időben lehetett használni. Az 1000 négyzetméteren épülő 160 méter hosszú multipályát nem csak gyerekek és kezdők tudják majd használni, hanem haladók, sőt akár versenyre készülő profik is. Ez tulajdonképpen biciklisek, gördeszkások, görkorisok is használhatják, tehát egy multipálya épül Kispesten. Azt gondolom, hogy most ez egy népszerű, új stílusú sportolási lehetőséget biztosít majd itt a sportcentrumban. Úgy tervezzük, hogy július közepére elkészül, és egyébként ennek a megvalósításához a miniszterelnökségtől nyertünk 25 millió forintot, és 25 millió forintot teszünk még hozzá annak érdekében, hogy valóban megvalósulhasson ez a projekt itt a Tihi Lajos sportcentrumban. Az önkormányzat célja a mozgásgazdag, egészséges életmód, ezzel együtt a sportcentrum népszerűsítése, valamint a minőségi szabadidő eltöltési lehetőségek bővítése Kispesten. A Pumpa Trek elnevezésű új biciklis sportág egyre jobban terjed a fiatalok körében. A Pump Trek az gyakorlatilag a kerékpározásnak az egyik ilyen új hullámos megfelelője. A BMX Crossból alakult ki. A BMX Cross most már olimpiai sportág, ott 8-an versenyeznek egymás ellen egy ilyen hullámokkal, kanyarokkal tűzelt pályán. Gyakorlatilag a cross motorhoz lehet hasonlítani, és akkor ennek a műfajnak az edzőpályájaként indult el a Pump Track. Egyébként a magyarosan pumpapálya, ugye azért pumpapálya, mert ezzel a pumpáló mozgással gyakorlatilag körbe-körbe tudjuk hajtani magunkat, lendületet tudunk szerezni és megtartani, anélkül, hogy tekernénk a biciklit, vagy hajtanánk a gördeszkát, vagy a rollert. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a lejtőn, a hullám lejtőjén meg kell egy picit nyomni, passzírozni a biciklit, amikor felfele megyünk a hullámnak a hátoldalán, akkor pedig el kell venni a súlyt róla. És hogyha ezt ügyesen kombináljuk, ezt a két mozdulatot, akkor hogyha levesszük a bicikliről a láncot, akkor is akárhány kört lehet rajta menni, és ugyanez vonatkozik a gördeszkára, rollerre, görkorira. A 3 éve tartó Bringa Park program keretében országosan már 30 hasonló pálya épült, ebből több mint 20-at a kispesti pályát is kivitelező cég, a kerékpálya.hu épített fel. Budapesten ez lesz a 4. pálya, és ezen kívül még egy ilyen színvonalas van, tehát amin tényleg komoly versenyeket, megméretetéseket lehet szervezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak a helyi fiatalok, de akár messzebbről is el fognak ide jönni, hogy kipróbálják, hogy gyakoroljanak rajta, mert ez egy unikum itt a környéken. A kispesti Tihi Lajos sportcentrum a hét minden napján, ünnepnapokon is várja a látogatókat. Műfüves nagypálya, teniszpálya, gördeszkapálya, kézilabda, strandkézilabda pálya található a sporttelepen, ezek mind lakosság számára ingyenesen használhatók. A nagypályát hétköznap délutánonként a Honvéd és a KBZ együttes használja, de a futókörök és a többi pálya még ebben az időszakban is használhatók.